Sziasztok! A mai videóban a méltán híres oklahomai grillezett hagymás burgert fogom elkészíteni, ráadásul rögtön kétféle verzióban. A világon rengeteg olyan különleges burger létezik, melyről ha itthon netán hallottunk is, még nem volt lehetőségünk megkóstolni. Ez az új sorozatom abban szeretne nektek segíteni, hogy bemutassam az amerikai regionális burgerektől kezdve a világ legfrankóbb burgerein át azt a fantasztikus burger kultúrát, amely magyar nyelven még nem annyira elérhető. Oklahoma a 20. legnagyobb állam az Amerikai Egyesült Államokban, és helyileg Dallas fölött található. Ezt az úgynevezett Burger Öv részeként tartják számon, amely Texastól Wisconsinig húzódik. És itt találhatóak meg a leginkább intakt, idő által érintetlen burger variációk. Ennek egyik darabja, a mai videónk fő témája, az oklahomai sülthagymás burger, melyet 1920 környékén El Renóban alkottak meg. Ha megnézzük az évszámot, szerintem egyértelmű lesz, hogy ezt a burgert nem holmi kulináris karta alkotta meg, hanem jóval inkább a szegénység és az igény. És hogy miért? Hát az embereknek nem igazán volt pénzük arra, hogy 100% húsból készült burgert tegyenek, ezért a maradék részt kipótolták hagymával. Ez is lehet annak az oka, hogy a történelmi feljegyzések szerint az sem áll távol tőlük, hogy egy-egy arányban kerüljön bele a hús és a hagyma ebbe a burgerbe. Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva, azt gondolom, hogy a burger imádók mellett a kollégistáknak is szuper lesz ez a recept, ugyanis nincs benne sok hozzávaló, összesen 5, másrészt azok sem drágák. Így azt gondolom, hogy bármely étkezést például ezzel a recepttel egy kicsit magasabb szintre lehet emelni, arról nem is beszélve, hogy csak jobb ez, mint a mikrosízs vagy a ketchupos tészta. A burger lelke nem meglepő módon a hagyma lesz, és hát gasztrós lelkem rögtön fehér vagy édes hagymáért kiáltana, de ez a pont az előbbi kis monológomat szúrnám tökéletesen hátba, úgyhogy amiért viszont nyúlunk, az a vörös hagyma lesz meghámozva. A hagyma felszeleteléséhez nem árt majd egy ilyen eszköz, egy úgynevezett szeletelő vagy mandolin. Ugye a hagymát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékonyra szeretnék majd vágni. Ha valaki pró, akkor ezt később is meg tudjátok tenni, de én azt gondolom, hogy nem annyira nagy beruházás egy ilyet megvásárolni, és ezzel tudjuk tökéletesen hajszálvékonyra felszeletelni a hagymákat. Az én szeletelőmhöz adtak egy ilyen kis segédeszközt, ez azért nagyon fontos, és ezt most kétszer is aláhúznám, hogy ennek a segítségével szeleteljük így a hagymát, és véletlenül se az ujjunk végét vágjuk le. Nem jó móka, higgyétek el nekem. Nyilván 100 éve Amerikában keményebb legények voltak, én bevallom, egy kicsit megkönnyeztem a hagyma vékonyra való szeletelését, de azt gondolom megérte. De nézzétek, mennyire szép hagymák jöttek ki belőle, most pedig beszéljünk egy kicsit a húsról. Nyilván nem meglepetés, hogy igyekezünk minél jobb minőségű darált marhahús beszerezni, akár boltban, akár hentestől, és legyen neki olyan 15-20% zsírtartalma is. Ezen a ponton érkezett el a kérdés ideje, mégpedig az, hogy titeket milyen itthon még fel nem dolgozott, magyar nyelven nem annyira elérhető burger variáns receptje érdekelne videós formátumban, itt a csatornámon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit gondoltok a kérdésről, úgyhogy a válaszaitokat, véleményeteket írjátok meg majd nekem kommentben. Rengeteg alkalommal szoktam emlegetni a jó minőségű kézműves hamburger zsömlét, tehát ez a burger szerintem ti is érzitek, nem annak a helye és ideje, hogy francia vajjal készülő briós bánt használjunk, úgyhogy megpróbáltam a lehető legautentikusabbnak kinézőt megszerezni a boltból. És hogy ez miért is fontos? Azért, mert most is a burgerek egyik legősibb formáját, a smash burgert fogom elkészíteni, és ennél a variációnál sem tudunk eltekinteni attól, hogy az arányok megfelelőek legyenek, értem ezt vizuálisan, illetve súlyban is. Ugye ez a zsömle 50 g-os, én pedig kigolyóztam 2x60 g-ot a marhahúsból, úgyhogy ezeket fogom most smash-esíteni. Vagy mondhatnám, hogy induljon a smesemondó délután. Bekapcsolom a grillt, és elkezdem melegíteni full csumin. Majd ha ez megvan, a golyókat feldobom, a tetejüket sózom, ráküldök kb. Ugyanennyi mennyiségű hagymát, és jó alaposan szíjjel nyomom őket. Ha emlékeztek, korábban sütőpapírt használtunk védekezésképpen a ragadás ellen, most ugye a hagyma tölti be ezt a szerepet. Amikor látjuk, hogy a hagymák már jól állnak, és a hús is készül jól lenni, szögben tartott spatulával felkaparjuk, és megfordítjuk úgy, hogy a hagyma legyen alul. Erre jön egy-egy szelet tetszés szerinti sajt, nálam ez most cheddar lesz, és a következő trükk pedig az, hogy a félbevágott zsömléket nem külön-külön pirítom meg, hanem így rápakolom a húsra, hogy a felcsapó gőz és hő melegítse át. A teteje marad is, az aljára rászedem a másik pogácsát, és voilà, mintha 100 évet utaztunk volna vissza, elkészült Oklahoma sült hagymás burgere.
Az lesz az izgalmas ebben a burgerben, legalábbis reményeim szerint, hogy a hagyma egyáltalán nem egységesen sült meg, a közepén lágy, a szélein karamellizálódott, nehogy Isten kicsit meg is pirult, úgyhogy igen nagy elvárásokkal tekintek. Elé már csak azért is, mert az illata egészen egyszerűen fantasztikus, úgyhogy itt a nagy fotózgatásban az alja picit áttázott, de nézzük. Egyik kezemben tányér, zsüsszín kész, Oklahoma, a történelem egy falatja. Az biztos, hogy ebben a burgerben minden a hagymáról szól. Rengeteg, rengeteg hagyma került bele. És az ízvilága azt kell mondjam, hogy 50-50 határozza meg ugye magát a burger. Semmi szósz nincs benne, a sajt nagyon jól megolvad, kellemes krémességet ad neki, a zsömle pedig tartja. Teljesen alá tudom írni, hogy árérték arányban, miért egy bomba versenyzővel állunk szemben. Hát csináljátok meg, mert ezt én most megeszem. A második verzió egészen hasonlóan kezdődik az elsőhöz, a golyókat feldobom a grillre, és én leszek Adam Smasher, majd sózom. Ha az alsó oldaluk feltehetően átsült, felszedés, majd fordítás, és ide jön a hagyma, majd pedig rá egy szelet sajt. Így fog ennek a háromnak az egysége egybeforni. Hát legalábbis remélem. Rája pattintom a zsemlét, megpuhul, felszedés, az alját iktatom a helyére, és jöhet a beauty shot. Allergia, hagymavágás, füst. Ennek a triónak a kombinációjaként hunyorgok, meg persze igyekszem kacsingatni a burgerre, hogy ugorjon a számba, de nem jön. Ez sem rossz. Bocsánatot kérek. A hagymát jóval inkább nyersebb formáját mutatja, ugye kapott pici hőkezelés, de nagyon-nagyon jól áll neki. Azt hittem, hogy egyértelműen az első verzió lesz a győztes, de ezek után hát egyáltalán nem vagyok benne biztos. Egy pici finom hangolással, a hagyma mennyiségének nyilván itt a másodiknál a visszavételével, azt gondolom, hogy egy elég jó versenyzőt lehetne itt is indítani. A papír már kezd eltázni az alján, szóval engedelmetekkel azt most, na, hát tudjátok. Ha további burgeres videókra vagytok kíváncsiak, akkor a felső lejátszási listát ajánlom, hogyha pedig a pizzatest rovatomban néznétek bele, akkor az alsóra kattintsatok. Én Jancsó Jani voltam, és ne feledjétek, akkor jó a burger, ha Oklahoma! Na, szevasztok!